Hogy tetszettek a gyakorlati bemutatók itt ma? Nagyon tetszettek, nagyon sok hasznos dolgot tanultam. Az elmúlt időszakban, az elmúlt két hétben elvégzett munkáim folyamán pont jók lettek volna ezek a dolgok. Eddig is MAPEI termékekkel dolgoztunk folyamatosan az elmúlt 4-5 évben, de nagyon hasznosak ezek a dolgok, amiket itt most láttam. Hát köszönöm szépen, hogy részvehettem rajta, mert több alkalommal volt már szerencsém ilyen bemutatón részt venni MAPEI részéről. Azért tetszik, mert nem csak szóban elmondják, hanem alkalmazás technikát is látunk, tehát elsajátíthatjuk rögtön egy ilyen bemutató alkalmával azt, hogy az új anyagokat hogyan kell felhasználni, oda mehetünk, kipróbálhatjuk mi is a saját kezünket, természetesen én nem, de a fiúk, akik mondjuk velem vannak ilyenkor, örülök, hogy vannak új anyagok, igazából mi mindig minden téren magasépítéssel foglalkozunk, generálkivitezőként, tehát minden MAPEI anyagot használunk tulajdonképpen, az egész skálát kipróbáltuk már, és szeretik a fiúk nagyon, követelik is, hogy csak is azt vásárolhatunk. És ugye most pont a két fő szegmens volt bemutatva, az egyik ugye a homlokzat hőszigetelés résznek a lábozati dolgai, a másik pedig ugye a hideg burkolatok. És ebből van nekünk a legtöbb munkánk, úgyhogy örülök, hogy van megint új anyag, amit nagyon szívesen fogunk használni ezen túl is, mint ahogy a többi régi anyagot is használjuk folyamatosan. Szia, hogy érezted magad a mai napon? Milyen volt a bemutató, amit most láthattál? Sziasztok! A bemutató nagyon szuper volt. Elég sok terméket ismertem már abból, főleg amit Anita átküldözgetett nekünk meg ugye a reklámokból. De viszont én, mint kőmeslétemre használom a nemes vakolatokat is, viszont a MAPEI termékeit még eddig nem használtam. Most a technikus kollégától kértem most mintákat, meg színkártyákat, úgyhogy ez ügyben fogok én majd egy picit nyitni felétek, mert sok ilyen megrendelésünk van. Jó voltam, hogy kipróbáltam, jók az anyagok. Nagyon jól érezzük magunkat, de gondolom, hogy hozzá tartozik az élethez, hogy nem csak dolgozunk, hanem olyankor néha lazítunk is, megtalálkozunk a többi emberrel, és akkor most is sok mindenről beszélgettünk, hasonló problémákkal küzdködnek, mint mi. Nagyon jó dolog lenne, ha sok ilyen rendezvény lenne, mert most is itt a srácokkal, itt a gyárlátogatásban hát elég vidámak voltak, jó össze lehet ismerkedni. És segítséget lehet tőlük kérni, ha valami olyan adódik. Milyen volt a gyárlátogatás? Hasznos volt számomra, igaz harmadszorra vettem rajta részt, de mindig újdonságokat látok, és tetszett, hogy nagyon precíz és nagyon odafigyelve gyártják a termékeket, és fontos számomra az is, hogy a megrendelőket meg tudom nyugtatni, hogy folyamatos ellenőrzésen vesznek részt az anyagok, és nagyon nagy minőségi elvárásokkal támasztanak alá a dolgot. Nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Örülök, hogy nem csak a kész terméket látom, hanem látom a folyamatot, hogy ez hogyan készül, milyen alapanyagokból van egy anyag, és ezt így jól látni. Ami nagyon-nagyon megfogott, az az, hogy a minőség ellenőrzést milyen komolyan veszi a MAPEI. Tehát, hogy nem a szabványban előírt mennyiségekben történik, meg időközönként a minőség ellenőrzés, hanem ez egy folyamatos, szinte mindennapi tevékenység. Most már ennél fogva is értem, hogy miért van az, hogy mindig első osztályú terméket kapunk, és soha nem volt problémánk, garanciális problémánk az anyag minősége miatt. Törésvizsgálatot hajlító, meg egyebek szakító szilárdságot, hogyan mérik, vizsgáljátok be az anyagokat, az viszont nagyon érdekes volt számomra. A mai napon hogy érzed itt magad, hogy vagytok? Hát itt nekem a MAPEI az olyan már, mint egy nagy család, és mi szerencsések vagyunk, hogy beletartozunk. Volt szó itt ugye a szakember közösségről is, aminek ugyancsak tagja vagyunk. Én ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek és egy jól működő dolognak tartom, amiket ugye Markovics Béla elmondott a jövőre tekintve. Nagyon-nagyon támogatom. Hogy érzed magad itt ma a rendezvényen, és milyen volt a gyárlátogatás? A gyárlátogatás az nagyon szuper volt, mert voltam néhányszor, nagyjából tudom, hogy mi történik ott. Nagyszerűen érzem magam. Köszönöm szépen.